bikini új bőrtobám van. Nem mutatok ostobán, ha van hozzávaló. Ma már megint pár új könyv. Így jó, jó hát. Húzzunk fel még egy gardrób szobát. Nem fér el több ridikül. Egy rúzs, két rúzs, meg a huszadik túl kevés. Egy konyha kés. Na meg itt van két bankkártya és túlélésre mindig kész. Egy rendes nő minden terhet elbír. Pont mint egy ridikül. Szép délutánt kívánok mindenkinek, jó napot kívánok! Kevés olyan jeles nap van a naptárban, amihez ennyi szokás, hiedelem vagy éppen történelem és történet kapcsolódna, mint mondjuk a Luca napjához, mert hogy ma van december 13-a, Luca napja. Termékenység, varázslás, olyan misztikusnak tűnik, meg időjárás, jóslás, meg női munkák tiltása, mert hogy ezek is kapcsolódnak ehhez a naphoz, de ami engem leginkább érdekel, hogy hogyan készül a Luca széke, és mit is jelképez például a Luca búza. Ilyen érdekességekről lesz szó, és már is itt ülnek a vendégeink, két vendégem is, Zsiko Zsuzsanna junior prímadíjas lépdalénekes, és rengeteg szép emléket fűződik, ha jól tudom, Luca naphoz, úgyhogy tudsz nekünk mesélni, és Péter Bence Anikó néprajz kutató, te pedig nagyon fontosnak tartod a hagyományokat, mert hogy mégiscsak meghatároznak bennünket. Szóval akkor kezdjük ezekkel az emlékekkel. Kicsi lány voltál, Zsuzsi, ahol elkezdődött ez a történet? Örömmel hallgatlak, mert a mi vidékünk végül is ott Kunszentmárton és környéke az Alföldön, ez nem igazán volt jellemző. Így van, én alsónyéki lány vagyok, ez az öt sárközi falu közül hát számomra a legszebb, és tulajdonképpen én nagyon sokáig táncoltam ott a hagyományőrző együttesben, és a táncoktatónknak szívügye volt, hogy gyakorlatilag az összes táncos gyermek, illetve felnőtt, akik az együttesben jelen voltunk aktívként, gyakorlatilag minden egyes hagyományt meg is éljünk, ha nem is úgy, ahogyan akkoriban tették, de ezt így valamilyen formában azért így áttettük a mai kis életünkbe. Tehát ezt megélni, ugye nem csak beszélni erről, de közben meg ott a sárköz térségére ez jellemző is volt? Eleve, hogy élitek a hagyományokat? Abszolút, abszolút. Tehát a mai napig, bár már nem olyan nagy számban, azért vasárnap, hogyha végig sétálnak az idős hölgyek, urak, az utcákon, templomba menet, akkor vannak, akik még felveszik a viseleteiket, illetve egyre több gyerek is kapcsolódik be a táncegyüttesbe, és tulajdonképpen akkoriban mi, így Luca napján a táncos társaink szüleihez, családjához elmentünk, és gyakorlatilag ott lucáztunk. Hát ha jól tudom, bár ezt majd ki fogják egészíteni, akkor régen a fiú gyermekek jártak lucázni. Na hát itt végül is volt egy kis változás, mert mi lányként is mentünk, de tulajdonképpen hát ez egy ilyen nagyon jó közösségi program volt, és akkor megvolt ugyanúgy a menete, mint akkoriban, hogy láncos bottal, kereplővel, meg amit így csörgő-zörgő dobokat találtunk, mindent, amit találtunk otthon, az gyakorlatilag magunkhoz vettük, és akkor úgy jártuk a falut, és hát mentünk köszönteni ezeket a gazdákat, asszonyokat, akik fogadtak minket. Na most kiegészítve, Anikó, szóval ez egy jó kívánságokat mondtak, vagy egyáltalán mi az, hogy lucázás? Mert ugye, amit a Zsuzsi mond, ez egy tényleg nagyon jó közösségi élmény, mentek, jöttek, de mi volt ennek az értelme, a háttere? Hát nagyon sokféle háttere volt, mert ugye egyrészt termékenységvarázsló nap volt a Luca napja, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon jó élmény lehetett gyerekkorban, vagy fiatal korodban, mert azért most tudom meg, hogy alsónyéki vagy, én meg szexárdi, úgyhogy földiek vagyunk, igen. És például ugye hát én a városban születtem, és ott már nem volt divat a lucázás, tehát nagyon-nagyon szerencsés vagy, hogy te ebbe a közösségben így átélhetted ezt, én már csak a könyvekből tanultam meg, de mielőtt tovább mennénk, én szeretnék azért néhány gondolatot elmondani arról,
hogy honnan is származik a Luca és a köréje fűződő hiedelemvilág, mert igazából vissza kell kanyarodnunk az ókeresztény időkbe, ugyanis Szirakúza városában egy gazdag előkelő családnak a leánya volt Lucia, aki hát egy szent életet élt tulajdonképpen, édesanyja nagyon megbetegedett, és elzarándokolt Szent Ágotának a sírjához, és ott kérte a szentet, hogy gyógyítsa meg az ő édesanyját. És hát a hiedelem szerint, vagy a legenda szerint ott elaludt a sírnál, és álmában megjelent neki Szent Ágota, és azt mondta, hogy miért zarándokoltál ide, hiszen te hiteddel is meg tudtad volna gyógyítani édesanyádat. És hát ezen felbuzdulva ő elhatározta, hogy ettől kezdve ő Jézus menyasszonya lesz, és szent életet fog élni, és nem akar férjhez menni. És édesanyja meggyógyult, és megígértette édesanyjával, hogy akkor őt nem adja férjhez. Igen ám, de már volt egy vőlegénye, aki ácsingózott a nagy vagyonra, a hozományra, és ezért feljelentette őt, hiszen ebben az időszakban ugye a negyedik századot éljük ekkor, negyedik század elején még bűnnek számított a kereszténység a pogány Itáliában, és hát bizony elvitték őt, vagy följelentette őt, és elvitték a bíróhoz, és hát ott mindenféle megaláztatásoknak vetették alá, el akarták vinni a nyilvános házba, hogy megbecstelenítsék, de állítólag a Szentlélek olyan erőssé és olyan nehézé tette a testét, hogy nem tudták megemelni. Úgyhogy, de aztán mégis mindenféle kínzásoknak vetették alá, és aztán a végén a legenda szerint úgy átszúrták egy karddal a torkát, de nem halt meg azonnal, tartja a mondás, hanem hát a még továbbra is tanította a népét, szétosztotta vagyonát a szegények között, és aztán egy arra járó pap, tulajdonképpen ő adta fel az utolsó kenetet, és akkor így halt meg. És... Na de ehhez képest, bocsánat, hogy közbeszólok, csak hogy meddig eljutott ez, és mennyire szerteágazó lett ez a történet, igen, ugye? Igen, igen, és az hogy az érdekes, hol mi maradt meg. És az az érdekes, hogy tulajdonképpen ő egy szent életű, hát a 6. században már templomot emelnek az ő tiszteletére Rómában, és hát igazából, ha végig tekintünk azon, hogy tulajdonképpen a Kárpát-medencében nem ez a szent életű Luca. Hát a boszorkányokról még fogunk beszélgetni, igen. Tehát nem ez terjed el. Német területen, észak felé és Svédország felé például ez a szent képzet marad meg, és érdekes módon a Kárpát-medencei területen, ugye itt a környező népeknél is egyébként inkább a rontás, a boszorkányság, igen, felé tendálódik ez a hiedelem, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes De az dolog. Akkor is fontos, amit te is mondtál, hogy ez egy közösségi dolog, ugye? Mert hogyha azt nézzük, hogy ezek a hagyományok fennmaradjanak, akkor neked is ez egy meghatározó gyerekkori élmény. Tehát, hogy ez egy mennyire jó közösség formáló, hogyha ilyet megél az ember, és ahogy nézem a nyakékedet, mert nem is tudom, hogy fogalmaztak, talán ez a legszebb, hogy a nyakéked, akkor ez már hagy az arra, hogy te szereted is a népviseletet, ugye? És amikor mondjuk fellépsz, akkor szoktál is abban lenni, de ennek van egy családi vonatkozás, egy családi része, nem? Hogy honnan jön ez a nagymama? Így van, hiszen két nagyon erős ágat tudhatok magaménak, hiszen anyai ágról bukovinai székely származásúak vagyunk, a nagymamám mégként született Bukovinában, és úgy telepedtek aztán át ide. Apai ágról pedig Sárközi, alsónyéki. És gyakorlatilag egészen 0 éves koromtól öregkoromig az összes sárközi viselet megvan, ami csak meg lehet. Van olyan, amit még úgy nagyszülőtől, dédszülőtől, ükszülőtől örököltem, úgyhogy több száz éves viseletek, illetve vannak olyanok, amit a nagymamám készített, és egyébként viseletgyűjtő vagyok, úgyhogy ezen kívül még nagyon sok rendviseletem van. A fellépéseken is szoktam ezeket hordani, illetve van, amikor stilizált
ruhát veszek magamra. Nem csak ebben az időszakban, de talán jobban hangsúlyt kap ez a Luca napja az adventi ünnepkör kapcsán, ugye? Hogy ilyenkor ezek mennyire fontosak lennének, mert valahol mégiscsak a hagyományok szintjén éljük meg a gyökereinket. Hát a hagyományos közösségekben, ugye, ha azt tekintjük, akkor talán a 20. század második feléig is élénken éltek ezek a hagyományok. De én mindig azt szoktam mondani, hogy azért nem baj, hogyha megújítjuk ezeket. Tehát az, hogy mondjuk ugyanazokat a hiedelmeket éljük újra, amelyek voltak mondjuk 50-60 évvel ezelőtt, az talán már annyira nem igazán adekvát, azt hiszem, a modern világunkban, de lehet olyan innovatív elemekkel föltupírozni. Na, például? Például, én láttam erre jó példákat, a Balaton környékén például csináltak Luca Fesztivált több évvel ezelőtt, szerintem majd, gondolom, hogy ma is lesz majd ilyen, vagy például láttam olyat, hogy általános iskolában, Luca napon minden évben a gyermekek ajándékot készítenek a beteg gyermekeknek. Hogy ez is egy olyan dolog, ami azt gondolom, hogy nagyon összehozza a közösséget, és hát a szociális érzékenységet is nagy mértékben segíti. Most arra gondoltam, hogy otthon, mint összetartozás érzése, meg egy közösségben létezni, hogy mi például mivel mézes kalácsot is együtt sütünk a kicsivel, akár ez a Luca pogácsa elkészítése, ugye? Hát ez is egy program lehet, egy közös program, mert hogy mennyi mindenről fogunk még beszélgetni, úgyhogy átmegyünk a nappaliba a vendégekhez, akik várnak bennünket. Hortiné dr. Bató Edit néprajzkutató, a Jásságban nőtt fel, ahol gyakorlatilag bele is született a népszokásokba, és vár bennünket Birinyi József néprajz és népzenekutató, szerinte minden népszokás a közösség összetartozását szimbolizálja, és majd beszélünk vele persze a Luca napi zeneiségről is, úgyhogy már várnak bennünket, úgyhogy gyertek velünk, és hát a körbenézek, nem is azok tűnnek fel nekem első körben, hogy mi van az asztalon, hanem Edit, a szép viseleted, öltözéked, ez mondjuk mennyire kapcsolódik a naphoz, vagy nem feltétlen a Luca naphoz, de te szereted viselni hordani. Valóban egy ilyen népiparművészeti ruhát viselek, tehát nem viselet, ezt szeretném elmondani, bár nagyon szeretem a viseletet, és van is nekem 10 rendjász viseletem odahaza. De és most, mikor veszed fel ezeket? Hát az alkalmai is megvannak elég sokszor egy évben. Egyszer kérdezte tőlem egy újságíró, hogy és hányszor veszi fel egy esztendőben, és én mondtam neki, hogy én ezt még nem számoltam, de egyszer megszámoltam, és akkor olyan 120 alkalom volt, tehát hál' Istennek elég sok alkalma van, de én ezt a mai napot, ezt a szép ünnepet megtiszteltem ezzel az ünneplő ruhámmal. És hát most látszódik végre a cipő, Zsuzsi, mert hát azért igen, erről is, ugye, ha már itt viseletek, igen. Hát ez egy nagyon egyedi, mondhatni, ez a fellépős? Az egyik, igen, ez egy kézzel készített hímzett bakancs, nem tudom mennyire látszik, vagy felálljak. Látjuk így, majd tudja mutatni, persze, egy kicsit még felemelem a lábadat, és még inkább egy látszik. Egy ilyen kézzel készített hímzett bakancs, nagyon-nagyon kényelmes, elképesztően kényelmes. Nagyon szép. Hát mert ez is, hogy hozzátartozik ehhez is, ugye Anikó már azért elmesélte ennek a történetét, de azt mondtam, hogy akkor beszéljünk egy kicsit a boszorkányokról is, mert itt van ez a két szemlélet ennek a dolognak. Beszélünk egy szentről, közben meg itt arról beszélünk, hogy Luca egyáltalán jó vagy rossz boszorkány volt. Hogy is van ez? József. A téli napfordulóhoz kötődő és minden ilyen átmeneti rítus, ahogy szakmailag nevezzük, amikor a legrövidebb vagy leghosszabb nappalok vannak, tehát épp Luca napjára esett ez a még téli... a Gergely naptár előtti. A Gergely naptár előtt a legrövidebb téli nap, ilyenkor minden elszabadul. Jönnek a boszorkányok, a koboldok, a manók, a lidércek és minden egyéb. Ugye az átmenetkor teljes a káosz, előtte van egy rákészülés, majd azt követően a rend annál szigorúban áll vissza. Tehát nálunk a Luca szokásban és leginkább ez a típusú boszorkányosság maradt tetten érhető a Luca székétől, hogy meglássák a boszorkányt, de itt is látom, van valami stilizált szék, minden. Amire majd ráállunk és megnézzük, hogy mit látunk belőle. Na. De ugye a szokás azt is tartotta, hogy mákot kell, vagy dió, apró terményt kell szórni, és a játékszabályban az volt, hogy aki meglátta a boszorkányt, az gyorsan kellett fusson, persze a boszorkány a szolgálati járművel utolérhette volna. De a játékszabályban az volt, a babona is hiedelem szerint, hogy fel kell szedni az apró magvakat. Tehát nagyon sokat kellett elszórni, és akkor egérutat nyert a szószoros értelmében az, aki a Luca székét készítette, és arra felállt az éjféli mise után, és megnézte, hogy ki a baszorkány, hogy a hölgyek rettegjenek, mert fölállok a székre végén, jó? De én nem léptem, hogy hoztunk mákot. Majd a
hoztak mákot, azt én kölcsön kérem magyarul. Szóval mire mondtad, hogy nono, hogy ráállunk hát igen, székre? Hát igen, aki ráállt, ugye a hagyomány szerint az észrevette, meglátta, hogy ki a boszorkány. De ugye, ezt elvitték a templomba. A templomba vitték, ugye ez a karácsony vigíliáján, az éjféli misére vitték el, ugye azért azt tudjuk, egy picit elevenítsük fel, hogy ugye Luca napján kezdték el készíteni, és minden nap kellett valami apróságot csinálni. Na de ez is fontos, hogy apróságot lassan kellett ennek készülni, ugye? Így van, és 9 féle fából, egyébként ez is 9 féle fából van, és ugye elviszi a éjféli misére, és ráül, vagy rááll. És aki ezt megteszi, akkor meglátja a boszorkányokat. Na de honnan látja meg? Állítólag a boszorkányoknak nagy szarva van, és nem fér be a templom ajtón, ezért mint a tehén, vagy az ökör, ugye, hát így tehát oldalazni kell. És ugye persze a boszorkányok észreveszik, de a templomba védve van az illető, hanem amikor vége van az éjféli misének, akkor ugye üldözőbe veszik a boszorkányok az illető Luca székkészítőt, aki már erre fölkészült, és ugye a zsebéből mákot szór a maga után, és a boszorkányoknak ezt föl kell szednie, és hazamegy, és azon módon gyorsan el kell égetnie a Luca széket. Hát ezért nem maradtak fenn Luca székek. Ugye akkor ez egy múzeumi darab? Ez egy múzeumi darab, de azért ennek van egy története. Hallgatjuk! Hát én több évig tanítottam néprajzot a Jászberényi Főiskolán, hát ma az Eszterházy Károly Egyetem kampusza, és ugye a múzeumban vizsgáztattam sokszor, mert egy kicsit hát olyan otthonosabb volt ugye a hely, és a vizsgára jó hatással volt a múzeum hangulata, szelleme, és hát egy alkalommal, ez a 90-es évek közepén volt, vártam ugye a hallgatókat, jeles napokból vizsgáztak. És egyszer csak bejön egy nagy darab fiatal ember, hóna alatt ezzel a székkel, és letette az irodámba, ő meg ráállt. És elmondott nekem egy rigmust, szó szerint engem összeboszorkányozott. De még meg is szólt mákkal. Ez volt a vizsga előtt, és mondom neki, Karcsi, hát nem gondolta volna, hogy esetleg inkább a vizsga után boszorkányozna engem össze, mert hát mégis, úgyhogy... De aztán nagyon örültem a széknek, mert ezt nekem ajándékozta, és én már aztán utána izgultam, hogy csak jól válaszoljon, nehogy rossz jegyet kelljen és neki adni. Jegyet kapott? Hát jót, jelest jót kapott, mert tényleg tudta is, és így lett nekem, aztán a múzeumban leltároztuk, úgyhogy gyakorlatilag így lett a Jász Múzeumnak egy nagyon helyre kis Luca széke. Én zsámbokon gyűjtöttem, ugye ez a Galgamente, és igazából ugye a Palóc vidék, a Felföldön is nagyon sok helyen lehet ezeket a szokásokat gyűjteni. Hát zsámbokon azt tartották, és teljesen, hogy mondjam, úgy mesélték a történetet, hogy ez egy igaz történet volt, hogy felállt a legény a Luca székre, meglátta a boszorkányt, mert hogy ugye szarva volt a boszorkánynak. Igen ám, de elfelejtett magával mákot vinni. És amikor fölfogta a széket és szaladt hazafelé, akkor bizony utolérték a boszorkányok, és úgy megverték, hogy azt tartották, hogy 2 hét múlva meghalt a legény. Na, szegény. És ezt úgy mesélték, hogy igaz történet, hát hogy miért halt meg, vagy hogy egyáltalán meghalt-e a legény, ugye azt nem tudjuk, de ezt igaz történetként mesélték, tehát hogy ennyire hittek benne, hogy ez tényleg nagyon fontos dolog, hogy itt aztán menekülni kell, és el kell égetni a Luca széket. Igen, most már mosolygunk ezen, de hát most már akkoriban egy olyan vetületek. Még nem csak Luca széket csináltak a járságban, de Luca seprőt és Luca ostort is. És ezt ugyanúgy kellett Luca napján ugye elkezdeni, de a kémény alatt kellett tehát készíteni, ott fonni, illetve ott kötni, és akkor a Luca ostorral pattogtattak a templom mellett, a seprűvel meg söpörtek, de a menete ugyanaz volt gyakorlatilag, tehát ugyanúgy meglátta, hogy ki a boszorkány, menekülés, mágszórás, hazamegy és el égeti. Egyébként édesanyám éppen, ahogy készültem erre a napra, akkor ő mondta nekem, hogy hát ő még lánykorában látott egy férfit Jászberénybe, aki vitt magával egy széket, a kápolna, az egy kis templom, ahol mi laktunk, ott van nem messze, és állítólag, tehát fel is állt rá, hogy mit látott, mit nem, azt nem tudjuk, de ő erre emlékszik gyerekkorából, hogy felálltak a Luca székre. És én rosszul emlékezhetek, hogyha én 3 lábút látok a
lelki szemeimmel magam előtt, József? Tehát van olyan, hogy háromlábú lucca szék? Van háromlábú is, és általában a háromlábú szék fizikailag stabilabb, igen, mint a négylábú. Ha nem egyenletes talajra tesszük, tehát teljesen természetes volt az alkalmi ülőszék, egylábú volt, ugye, amit csak rákötött és leült valaki rá, de a háromlábú az biztosan stabil, de itt ugye egyenes a pálya, és nincs ilyen típusú, igen, probléma. Egyébként ugye hát az elmondott történetek is, és nekem is gyűjtő élmények mutatják, hogy a lucázás és a lucával kapcsolatos hiedelmek, ez nem egy veszélytelen üzemmód, ugye? A reformátusok úgy tartották, hogy az elkészített lucaszéket kivitték a keresztútra. A keresztút megint egy érdekes találkozási pont, ugye, ahol a különböző területek, falvak, tájak érintkezésbe kerülnek. Kitették a lucaszéket pontosan a keresztút közepére, körben rajzolták egy körrel, és fölálltak, a kör védte őket attól, hogy a boszi meglássa, vagy egyáltalán kárt tudjon tenni benne, viszont onnan is megláthatta, tehát nem csak a éjféli misénél a templomban. Hát ugyanezt a szarvas történetet, ugye, amikor én először hallottam, csodálkozva hallottam, mesélték, akkor még nem néprajzosként, hanem gyermekként, hogy meglátta a XY is, ahogy jött be, úgy kellett elfordítani a fejét, meg még a dupla szárnyat ki kellett itt, mert nem fér be, de mások nem látták, csak aki a lucca székére fölállt. A lucca székével kapcsolatosan ugye említette Edith, illetve elhangzott, hogy 9 féle fából, tehát meghatározták, tehát ez a varázslatnak a feltételhez kötöttsége, tehát nem mindegy, hogy hogy csináljuk. Hát lassan készül, mint a lucca széke, tehát a közmondás is megvan, hogyha valami nem akar megvalósulni, vagy lassan valósul meg, akkor ezt a mondást mondják, és átvitt és direkt értelemben is igaz. Minden nap meg volt határozva, hogy milyen munkafázist kell és lehet csinálni, milyen fából természetesen. Nagyon érdekes, hogy ez a típus szokás és hagyomány máig fennmaradt, vagy a közelmúltig tetten érhető. Például ugye én népi hangszerekkel is foglalkozom, igen, nagyon sok van, 1368 darab a saját gyűjteményben, a Néprajzi Múzeumban 1201 néhány, nem onnan vittem haza, ezt külön gyűjtöttem, de az 1368 között ugye vannak olyan hangszerek, ahol a készítőket sikerült még lencse végre, vagy kamera végre kapni, és elmondták azt, hogy az az igazi jó hangszer, amiben nincsen szög és nincs fém. A lucca székébe nem volt szabad szöget verni, vagy kapcsot, vagy ácskapcsot, vagy bármit tenni, tehát fém nem jelenhetett meg benne. Ez a középkori céhes mesteri asztalos hagyományban gyökerezik. Ahol is ugye az volt az igazi asztalos mester, aki a fát annyira tudta kezelni, hogy a legkisebb csapot és a retesz, a titkos fiókot és annak a zárkáját is mindent meg tudott fából csinálni. És ez megmaradt a lucca székben, és máig a közhédelemben. Budai Sándor bácsi ugye a híres népművészet mestere, citera készítő Sándorfalván, nagyon sokat voltam vele közösen, meg gyűjtögettem tőle, és hát néztem, hogy a citera tetőt az oldalakhoz pici kis suszterszögekkel erősítette meg, ugye hát ragasztotta is, viszont beütötte a szögnek a fejét, és fapótlóval lekente, és úgy lapozta festett egybe, hogy hát, ne lehessen látni, hogy abban fém van. Mert a hiedelem ugye azt tartotta, hogy amiben szög van, az nem rezonál jól, hát tudjuk, hogy jól rezonál, az ő citerái is fantasztikusan szóltak, de ez a hangszerkészítőknél megmaradt. De nézzétek, mondjátok, csak annyira jó, hogy kielemezzük ezt a széket. Ugye 9 fa, nem? Nyilván a vidéke válogatja, hogy milyen fákat lehet ugye használni, milyen nől meg azon, igen, a vidéken. Tehát, azon a vidéken fel, tehát azért itt ugye van egyszer ugye az ülőkéje, az egyféle fa, van a négy lába, az négyféle, ugye az már ugye 5, és tulajdonképpen a négy féle fa, a négy ég, igen. Igen. Tényleg, és akkor megvan a 9. És így van a 9. Na hát most kíváncsi lennék, hogy a három lábú. Mi van a három lábúnál? Egyébként, igen, tehát Székelyföldön például, Gyergyóban 13 féle fából kellett készíteni. De hogyan csinálták azt? Hát azt nem tudom, mert ilyet nem láttam, de az biztos, hogy ez így van, hogy 13 féle fából igen, kellett készíteni. Igen, mert ha elemeire veszünk, akkor nem találunk 13-at, ezért is igen, a kérdés. Igen. Ez csak lelemény kérdése. Igen, de igen, igen, hát lehet, hogy azért ott nem egyféle volt a tetőzet, vagy ott többféle darabból rakták össze, és akkor már mindjárt gyorsan meg lehet találni a 13 féle fát, de hát tény, de hogy úgy örülök, hogy ezt elhoztad, mert igazából én még így közelről nem láttam, szóval Sámli van otthon, elnevezem annak, mert körülbelül úgy néz ki, de annyi minden van az asztalon. Zsuzsi, te még fiatal vagy, és mondod, hogy a ti vidéketeken azért ez egy ismert dolog, hagyomány. Ha most azt mondom, hogy az alma, a fokhagyma, vagy a búza, igen, akkor... a búza az, amit ismerek, az ugye a jövő évi a bőséges termésnek tulajdonképpen
a jelképe, a szimbóluma, és a többivel még nem találkoztam. Na, gondolom, hát a fokhagyma a boszorkány üldözés miatt, nem? Nem, az a vörös hagyma. Az a vörös hagyma? Na, ragadjunk le akkor a búzánál, kezdjük azzal, Anikó, a búza. Mikor kell azt elültetnünk, vettünk? Ugye csiráztatjuk a búzát, és ennek karácsonyra kell gyönyörű szépen kizöldülnie, és hát többféle... Bocsáss meg, én most ezt megelőlegeztem. Nem baj, hálás vagyok. Tehát ugye már ilyenkor már, igen, most vetjük, ugye, és akkor gyönyörű szépen kizöldül, és akkor elviszik az éjféli misére ezt is, és hát ugye keresztet szoktak, vagy gyertyát szoktak beletenni, tehát egyfajta szellemisége is van ennek a reménység, a várakozás, ugye, Jézus születése, tehát minden, az a hiedelem, ami ugye az a vallási telítettség, vagy a ihletettség, ami ehhez járul, ugye az megtestesül ebben a búzában, de természetesen hát ebből jövendőltek is, hogy a jövő évi termés az majd milyen gazdag lesz, hiszen gyönyörűen kizöldelt a búza. Gazdag termésünk lesz. Nagyon gazdag termés lesz, így van. Otthon az öntözés működött nem úgy, mint idén nyáron, a természetben. Én fogok még ma este, hogyha haza megyek majd, én a kisunokámmal tehát fogok kicsiráztatni búzát, már most tavaly óta ezt így csináljuk, tehát itt a közösségi ugye szerepről beszéltetek korábban, tehát így meg lehet a fiatalabb korosztályt is tanítani, főleg a kis apró gyermekeket, hogy együtt csiráztatjuk, együtt helyezzük el nyilván a kis edénybe, és akkor nézzük minden nap, és figyeljük, hogy akkor hogyan csirázik. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy ilyen egy közösségi. De akkor, amikor azt mondjátok csiráztatni, akkor ugyanúgy, ahogy az iskolában a babot szoktuk a gyerekekkel, hát, hogy egy kis nedves vatta közé, ha tesszük, akkor azzal elindul, és akkor utána tudjuk ledugni hát a földre. Én is most így csináltam. Mert hogy én még sose csináltam. De nagyon szép, és a karácsonyfa mellé is lehet tenni. Ugye Anikó említette a templomot, az oltár. Na, még ma szerzek mindenképpen. De ez nagyon-nagyon szép. Én mindig oda rakjuk a karácsonyfa alá, és akkor ez egy nagyon szép, esztétikus látvány. Havonta is szétszedtek, tehát 12 edénykét betették, és következtettek arra, hogy akkor azon túl, hogy a nyári hónapokban milyen lesz a termés, de amelyik kizöldelt, akkor az csapadékos, ami nem, az meg száraz hónap. Hát akkor jól mondtam én, hogy időjárás jóslás is ugye kapcsolódott. Mindenképpen ugye a 12 hagyma karikát levágtak, és egy picit megsózták, és akkor a minden karikának meg volt, hogy melyik hónapot jelképezi. És amelyik jobban leveterezte, vagy van, hogy így van, és akkor az csapadékos lesz, a másik száraz lesz, tehát ebből is, ugye, itt az időjárás nagyon fontos volt a paraszti gazdálkodásban, tehát ezek fontos elemek voltak, és ezek kicsit olyan analógiás varázslások. És annak utána néztetek, hogy ebből mennyi jött be? Mert hogy ez persze rendben van, csak ugye szoktuk mondani, a felét elhisszük, de inkább ez tényleg egy nagyon jó pont. És idején itt már változnak a feltételek. Igen, talán nem lennének annyira azok az ismeret, következetes így van, szabályok, ami kiszámítható, vagy statisztikailag. Ugye azért ez kontinentális éghajlat, ami azt jelenti, hogy az egyik év nagyon száraz, a másik nagyon árvizes, csapadékos, vagy nagyon fagyos, lefagy a termés, stb. Amiatt a termelésben mindig problémát okoz, de a családi gazdaságnak ez különösen, mert mondjuk a középkorban ez létkérdés volt, hogy van-e tartalék. Igen. Tehát, hogyha nem sikerült ugye felhalmozni annyi növényt, terményt, illetve hát ami az állatok tartásához kellett, az sokszor életekbe került. Tehát a szószoros értelmében. Tehát nem olyan, mint ma, hogy a hipermarketbe bármikor bemegy az ember, most az inflációval, egyebekkel együtt is, mindig annyit tud venni, még a kevésbé tehetős is, hogy a létét nem éri veszély ebben a formában általában. Régen ez nem így volt. Tehát ezért volt létkérdés az, hogy próbáltak jósolni. Igen. És amire nem tudtak direktben hatni, azt megpróbálták mindig praktikákkal előre mutatni, jósolni egyebeket. Hát most, ha Zsuzsira nézek, akkor például gombócot csináltál el mai napra, 12-t, fiúnevekkel. Nem csináltam sajnos. Hát, ugye miért mondom ezt? Mert hogy a lányok, akik eladó sorba voltak, ugye mindig megpróbálták megtudni, hogy ki lesz a jövendő Béli. Hát én a cetlikkel csináltam, és a párna alá tettem. A cetliket a párna alá tettem. Hát csak olyanokat írtam, akik bejöhetnek, olyan neveket, és akkor ez meg volt oldva. Akkor bejött.
mind a 12 centilire azt az egy nemet. Nem, de tudom, hogy létezik ilyen csalapintaság. Betartottad a játékszabályokat, ugye, tehát a gombócba tettek bele fiú keresztneveket felírva a potenciális leendő közül, ugye, és amikor Luca napján forró vízbe tették, az első gombóc, ami feljött, akkor azt ki kellett kapni, elrohanni a sarokba, hogy más ne lássa meg, ugye, különösképpen a vénasszonyok nézték, hogy na, mi lesz, az lesz, miről beszélni. Ehhez képest kibontotta a leányka, megnézte, és akkor az volt. De és faluhelyen ezt jól be is azonosították, azt ugye, hogy a szomszéd utcában lévő. Természetes. És egyébként hasonképpen gombócba, süteménybe tettek pénzérméket is. És egy pénzérmet tettek a 12 közül, és aki ráharapott, ugye az mehetett fogorvos, nem, szóval nem ez volt a lényege, tehát óvatosan ették, mert tudták, hogy nézik, hogyha kemény van benne, akkor neki szerencsés lesz a következő év, ugye ezt jelentette, hogyha valakinek a süteményében, a pogácsájában benne volt a pénzérme. De nem lehetett mohón enni. Úgy is lehetett azért megtudni, vagy kitudakolni, hogy milyen nevű lesz majd a jövendőbeli, ha a 12 kis cetlit, ugye minden nap egyet bedobtak a tűzbe is, ami az utoljára megmaradt. Hát én mit csináltam, a párga alatt volt, és akkor egyet kihúztam, igen, én esténként, azt kidobtam, széttéptem, hát ha nem is a tűzbe, igen, de a szemétbe, és ami maradt a végén. Úgyhogy ennek is, ebből is látszik, hogy mennyiféle variációja van. Ez a visszaszámláló módszer. Amit Zsuzsinak mondtam, a gombócos az az első áldozat, ugye, de aki feljön. De ma este gombócot fogok főzni. Akkor légy, na, becsinálod? Igen, és be fogok számolni az eredményről. Na, akkor a legények reménykedhetnek, ugye. Hát menjünk tovább, mi van még az asztalon? Alma. Hát ugye alma, igen. Nálunk a jásságban, Luca napján, a nagyon szép almákat, hát ugye kikerestek a kamrából, így van, és akkor beledobták 4-5 szemet az ásott kútba. Na, ezt még sose hallottam. És ezek az almák ott csücsültek egészen karácsony vigíliájáig, tehát akkor kivették, és a karácsonyi asztalt, ugye asztalra helyezték, amikor megterítették a karácsonyi asztalt, hát többek között almát is tettek föl, és utána az ügyes gazdaasszony, majd amikor vacsoráztak, ugye az éjféli miséig nem lehetett húsfélét, zsírosat enni, tehát almát, diót, fokhagymát, vagy esetleg mézes mákos csíkot azt lehetett tenni, meg pálinkát inni, de mindenképpen gerezdekre vágott egy-két-három szem almát, attól függ, hogy hány tagú volt a család, és azt mindenkinek egy gerezdet minimum enni kellett, hogy a jövő évben mindenki egészséges legyen. Tehát ezért volt fontos, hogy az almák egészségesek legyenek, és azok is maradtak egészen december 24-ig. Milyen jó a magyar nyelv, plasztikus. Azt mondja, hogy egészség. Tehát a kerekségre, a teljességre mondja, ha valaki normál jó állapotban van, amit csak akkor tudunk becsülni, ha kiesünk belőle és elveszítjük, és úgyre szeretnénk visszakapni. Az alma szétvágása, a gerezdek karácsonykor is, Luca napkor is, a család összetartozását is szolgálta. Karácsonykor egy almát annyi felé osztunk. Így van. Az egészséget szétosztjuk, ugye hát ennek, ha ketté vágjuk, akkor bejön az a mondásom, hogy a jó feleség fél egészség. Amire jósoltak, ugye, de a fiúk kevésbé, a lányoknak volt ez fontosabb, mert farsankor, hogyha már benne voltak a korban, ami hát jóval korábbi volt, mint ma, ugye, tehát ilyen 10 évesen kamaszodás után már a 18, sokszor 20 éves leányka is vén lánynak minősült, és akkor farsankor cikizték azzal, ha tuskót húztak, vagy nem ment férhez, ugye, hogy már ideje. Vagy magfazekat kapott. Hogy? Vagy magfazekat. Az mit jelent? Hát egy rossz cserépedényben mindenfajta piszkot, szemetet, néha még trágyát is tettek, és olyan lánynak a tornáca alá vágták be, ugye farsang egyének éjszakáján, aki farsangig nem ment férhez, vagy pedig az illető legény megsértette mondjuk azzal, hogy a pendzsomba, ugye amit táncháznak neveznénk most úgy általánosan, de jásságba pendzsomnak mondták, nem ment el vele táncolni, és így bosszolta meg, és akkor bevágta a tiszta, hát tornác alá, ugye a bakfazekat, és akkor azt mondta, hogy férjhez nem mentél, hozzám nem jöttél, itt a bakfazék, szűrje benne ciberét, az pívbe vágta, és a szétszóródott, és fölkenődött a falra, és borzasztóan örültek neki. A jó kívánság meg volt ilyen értelemben, ugye? Hát nyilván az egy nagy szégyen volt, de ez volt a bakfazékdobás, vagy egy-két jásztelepülésen cefrevágásnak is nevezték. Szóval, hogyha december 13-ára gondolok személyesen, akkor
nagyapám 1894 Luca napján, december 13-án született. Hát akkor ez családi ünnep. Nagy ünnepség is volt az, ugye, és mákos étel mindenféle egyéb volt, volt almavágás ilyenkor természetesen, de ha jeles évfordulókat nézi az ember, akkor december 13-án halt meg Alfred Nobel. És a Nobel-díj osztó ünnepség záró napja mai nap, Luca nap, ahol is Luca királynak öltözött koszorús lányok köszöntik a Nobel-díjas. Tehát ezt a svédek megtartották. Uh-huh. Egyébként ugye a Luca Lucia néveredet a luxra, a fényre utal. Sokkal nagyobb a jelentősége tőlünk északabbra, ugye ahol a fénynek más nagy, jelentősége más, van ennek, más igen, a mélysége. Tehát jönnek ma már, ugye megtehetik, hogy a mediterrán vagy a fényesebb részekre jönnek nyaralni, vagy időt tölteni, és ez nekik nagy töltekezés. Viszont ott, hogy a fény az nagy érték, ezt mutatta, és a szentesebb típusú érték, illetve kicsit Mikulás funkcióban volt az északi ország, skandináv, északnébet egyéb területeken, mert a Luca szokáskor gyóntatták az áldozatokat, a gyerekeket, ugye, ugyanúgy, mint ahogy a Mikulás, hogy jó voltál, rossz voltál, imád kell mondani, mit kell tenni, fogadkozni kell. Egyébként nálunk is még tetten érhető volt Luca szokásban ilyen, amikor a gyerekeket, ugye a lucások, a kigykottyolók vallatták jó értelemben, hogy akkor jó volt, és fogadkoztatták, hogy de akkor miért legyen jó, meg mit kapott, és aki jó volt, az diót kapott jutalmul. Ugye itt mondtad, hogy a Luca mennyasszony, de azért a Kárpát-medencébe is, ha nézzük itt az Alföldet is, itt elsősorban a Luca boszorkány, tehát az ártó boszorkányok fejét nevezik ugye Lucának, tehát ő a boszorkányok feje, és ugye azt még nem mondtuk, hogy ezen a napon, mivel ugye legrövidebb a nappal, leghosszabb az éjszaka, a boszorkányok ezen a napnak az éjszakáján a Gellért-hegyen összegyűlnek, és ott tanácskoznak, hogy milyen ártó hát cselekedetet végezzenek, és hát ugye azért elég jól tulajdonképpen végzik is, vagy végezték a dolgukat, mert nagyon sok preventív eljárással ugye védekeztek a családokban, hogy a boszorkány ne rontsa meg sem az embereket, sem pedig az állatokat. Mert például a Luca napi, ugye meg lehetett rontani mondjuk a teheneket is, és a Luca napi tejet ilyenkor eltették, és hogyha, mit tudom én, idő múltával megrontották a tehenet, akkor ezt a tejet kiöntötték egy kis tálkába, és elkezdték verni, amíg úgymond véres nem lett, akkor odavágták a kútnak a kávájához, és akkor az a boszorkány, aki rontó volt, na az meghalt. Tehát legalábbis a hiedelem így tartotta. Jó recept a gyakorlatban, igen. De ha fokhagymára nézek, hát ugye, igen. És amit Evik igen, mond, hogy az ajtókra keresztet van, rajzoltak, igen. Hogy a boszorkány távol tartsa, sőt a tűzbe, a kályhába dobtak fokhagymát, hogy a ugye. Fokhagymás füst ugye elűzze a boszorkányt. Arról nem beszélve, hogy különböző tiltások voltak Luca napkor, nem volt szabad pénzt kölcsön adni. Igen, meg bizonyos ugye, női munkákat ugye elvégezni. Dologtiltó nap, és azért a dologtiltás kapcsán ugye utaljunk vissza arra, hogy Szent Lucia ugye a vakok, gyengénlátók védőszentje. A legendáriumban benne volt az is aztán, hogy igaz vagy nem, ugye ezt lehet, hogy később már a legendát kiegészítők írták, hogy megvakították, vagy ő, bocsánat, vagy ő magát vakította meg azért, hogy ne legyen kívánatos a kijelölt férj számára, akit ő nem akart, ugye, pogány hit szerint házastársul, és ezért a vakok, illetve a látást igénybe vevő apró szúró szakmák a varónők védőszentje is. Igen. Kalandoztunk itthon Magyarországon, elmentünk éjszakra, de mondjuk Anikó, hogyha Gyimesbe megyünk, vagy Moldvába, akkor ennek milyen változatai vannak? Hát pont a fokhagymával kapcsolatban jutott eszembe, ugye, hogy Moldvában pedig, és pont az állatok védelmében, ugye, ott ugyanis nem a Luca, effektíve a Luca naphoz kapcsolódóan, de ott a szép asszonyok rontanak. Egyébként a szép asszonyokat ismerjük, Sermülő ugye máshol. Magyar területekről is, tehát ugye magyarországi területekről is, hát Göcsejből is, egy csomó helyről ismerjük, sőt Délalföldről a kisasszonyok, tehát sok helyről. Érdekes, mert egyébként a szép asszony ugye
az ismeri a múltat, látja a jövendőt, és azt tartják róla, hogy a fellegekben is jár. Tehát ilyen nagyon mitikus hiedelem kapcsolódik hozzá, és hát Moldvában ugye a szépasszonyok járnak rontani. Ilyen, ők csapatban járnak, tehát csoportosan, kibontott hajjal, lepelben. Nem ez egy ilyen fehér ruhás? Hát igen, amikor... igen, mondhatni. És bemennek az istállókba, ugye ott megrontják az állatokat. Szemmel velük. Hát nem csak szemmel, ugye összefonják a lovaknak a sörényét úgy, hogy kibogozhatatlanok lesznek, meg azt is tartják, hogy egész éjszaka nyargalnak a lovakkal, és ugye hát akkor reggelre a szerencsétlen lovak azok teljesen készen vannak, ugye hát úgyhogy védekezni kellett ez ellen, és ott fokhagyma koszorút tesznek például az istállóra, vagy lópatkóval is védekeznek, és ami nagyon érdekes, guzsajt is tesznek, hogy azt fonják a boszorkányok, ahelyett, hogy a lovaknak a sörényét fonná, úgyhogy ez is, ja, és mákot is szórnak az istállóba, úgyhogy ezzel védekeznek, és amit még különlegesség, és ezt Bukovinában is ismerték, hogy lókoponyát tesznek az istállónak a bejáratába, és attól állítólag rettenetesen félnek a boszorkányok, és ez nem csak a magyar területekre érvényes, hanem például a szomszéd baskírok is ismerik ezt az ijesztést, vagy ezt a védekezést. De ami még nagyon érdekes, ugye ezek a boszorkányok csapatban forgószélben járnak, és azt tartják, hogyha a bicskát bedobják a forgószélbe, akkor az véresen esik ki, ugye? Mert hogy hát ott akkor éppen megöltek egy boszorkányt, és hát akkor őnek a halála. De van olyan történet is, hogy ezek a boszorkányok Moldvában például pontosan tudják, hogy hol szoktak a szépasszonyok, mint boszorkányok, hol szoktak táncolni, mert ők egész éjszaka táncolnak. És egyszer egy Báko környéki településről ismeretes a történet, Somoskáról, hogy egy furulyás embert elraboltak a szépasszonyok, hogy legyen nekik zenéjük, ne csak úgy magukba táncolgassanak. És hát egész éjjel furuljált ott az ember a boszorkányoknak, szépasszonyoknak, és hazamenvén boldogan a feleségének újságolta, hogy ő mennyi parát, ugye mennyi pénzt kapott a szépasszonyoktól, és hogy nézze meg a felesége, és akkor kibontotta a mellényét, és hát tele volt bükkfa levéllel, hogy igazából nem kapott semmit. Szóval ez jó sztori a feleségek számára. Minden esetre a népzenegyűjtés során is nagyon gyakran előjött ez, hogy a keresztútnál kitüntetett alkalmakkor, lucanapkor, téli, nyári napforduló, Szent Iváné, egyéb ilyen jeles, legrövidebb, leghosszabb nappalok éjszakák környékén, de a keresztútnál minden este éjfélkor a boszorkányok összejönnek, nem csak a Gellért-hegyen, de vigyázzatok, ne menjetek ma este a Gellért-hegyre, nehogy gyanúba esetek. Lényeg az, hogy a keresztútnál összejönnek, és ezért nem volt szabad a keresztúton átmenni éjfélkor, vagy előtte, vagy utána. Mert a férfiakat, de leginkább a dudásokat, tehát ezt a palócok mesélik, ugye, ahol dudakultusz van, elrabolták, magukkal ragadták a boszorkányok, és hajnali napfelkeltéig nem hagyták hazamenni. És hát ezt a mesét kellett előadni otthon a feleségnek, ugye, hogy miért volt távol egész éjszaka. Na hát akkor pont témánál vagyunk, hogy zeneiség, itt most szó volt furuljáról, dudáról. Zsuzsi, amiket ilyenkor lucanapján énekel az ember, az miről szól? Tulajdonképpen ez is jó kívánságok hada és sorozata, és nagyon-nagyon kevés konkrét ének van, lucanapi ének van, inkább rigmusokat szoktak mondani, és abba szokták tulajdonképpen belefoglalni, hogy például kenteknek annyi tíkja legyen, mint égen a csillag. Magyarán tyúkja, ugye, aki nem érti, tyúkja, a tík meg a kukas. Igen. Úgyhogy gyakorlatilag ezekben a rigmusokban szokták ezeket az egészség, bőség és egyéb jó kívánságokat belefoglalni. De ha már itt tartunk, akkor énekelnék is egyet. Luca, luca, kicskogy, galagonya, kettő, három,
A pálinkát várom, ha nem adnak szalonnát, levágom a gerendát, ha nem adnak körtét, elviszem a böskét. A hajnali harangszóra gilingalangója, hirdetgeti, hogy az évnek itt a fordulója. Azért friss jó egészséget, bordbúzát és békességet adjon Isten bőven az új esztendőben. Jaj, de szép volt, meg olyan jót mosolyogtunk. Köszönjük, Zsuzsi, még hallgatnánk. József, ez a bizonyos zeneiség. Adománykérő népszokás. Ugye mindig ugyanúgy a bevett recept, hogy akkor megkérdezték, hogy szabad-e lucázni vagy kotyolni, és hogyha a gazdaasszony azt mondta, hogy igen, akkor bementek, és hát előadták az éneket. Ahogy a Zsuzsi a műsor elején is mesélte, hogy mai napon, ugye Lucán napján a szokáskor mindenféle zörgő eszközöket vittek. És itt már a zeneiséggel kötődik össze. Nagyon érdekes, hogy általában a népszokás dallamokat nem nagyon muzsikálták, inkább énekelték. Tehát ez a gyerekdalra és a szokásdalra jellemző, ugye amit rigmusnak mondott Zsuzsi, ezek úgynevezett ütempáros dallamok, tehát hogy ugyanaz az ütem ismétlődik, és arra variálódik a szöveg, és ez lehet a szövegnek megfelelően ugye mindig párosan ismételni, ez nagyon érdekes, hogy páratlanul sosem a Duda aprájától, a gyermekdaltól, az ütempáros szokásdaltól mindig ugyanazt az ütemet csak kétszer, négyszer vagy a kettővel való szorzatával lehetett, és nem számolták, az arányérzék megvolt az emberekben. Ha megnézzük, és nem akarok eltávolodni, de a vizualitásban is, mindig a páros szimmetria volt érvényes. Ha megnézzük a lucaszéket, négy lába van, középen elvágjuk, akkor teljesen szimmetrikus. Ha így elvágjuk, akkor is. A házoromzat, a mintát megnézzük, itt ugye a stilizált, újra fogalmazott népi viseleten, ami már egy mai ruhában felhasznált, ugye? Tehát a páros szimmetria a zenei érzékben is benne van. De nagyon érdekes az zörgő eszközök, az eszköztár, amit használtak hozzá. Ugye Tinódi azt mondja, hogy két rossz fazekat össze zörgetének, ugye nagyon régre nyúlik vissza ez a megállapítás, hogy ami a keze ügyébe került, mindennel zajkeltett, egyrészt a ritmusát, mert nem volt süket, erősítette értelemszerű, a láncos bottal feltörték a sarazott szobát. Ehhez kellett a láncos bot, igen, amikor említetted. De az is a csör, nem a feltörés volt a lényeg, ugye, azt szívesen sarazták újra, mert jó kívánságot vittek, hanem a zörgő hang, ami mindig baj elhárító. Tehát az állat nyakába is, amiről szó volt, hogy ne verjék szemmel, meg ne roncsák meg a szép lányok, vagy a boszorkányok, vagy éppen hol kik, kolompot, csengőt, pergőt tettek a nyakukba. Ugye hát ma is, ha lakásokban most megkérdezhetném, hogy kinek van otthon, vagy üzletben, vagy valahol olyan tapasztalata, hogy mondjuk bim-bam csengőt hall, amikor belép. Ugye ez egy praktikus funkció, hogy a belépőt jelzi, ha nincs ott épp az eladó, vagy a tulajdonos, vagy a gazda, hogy akkor valaki bejött a nyitott ajtón. De nem ez volt az elsődleges funkciója, hanem az, hogy a belépőből a rossz szellemet kiűzze, a betegséget, a bajt. Tehát a ház tisztaságának, a ház szentségének a védelme volt a szerepe ennek. Középkorból vannak olyan C rendeletek, ahol a borbély műhely, ami nem csak a maradék frizura vagy a bajusz és a hajvágását szolgálta, hanem eret vágtak, trepanáltak, kapott, tehát orvosi rendelő is volt az adott kornak megfelelően. És ugye Semmelweis még nem találta föl a fertőtlenítést, hogy vigyázni kell, és ezért tapasztalták, hogy ott, ahol a bajjal lévő emberek megfordulnak orvoslásra, ott a baj tovább megy. Ezért minden praktikát megtettek azért, és kötelezővé tették rendelettel, hogy a borbély műhelyek bejáratához eolhárfát vagy csengőt kellett föltenni, hogy amikor benyitotta az ajtót, az megszólalt. És kiűzte belőle a rosszat, ha visszament, visszabújhatott, de be nem vihette a hita hiedelem szerint. Tehát ezek az eszközök nagyon fontosak, amikor nem feltétlen a dallamot szolgálja, de a ritmus szolgálja, viszont a baj elhárítás minden válfajára jók, ugye. A zene sötétségben is utat mutat, ahogy mondjuk. Hát, ha baj betegség ne jöjjön, akkor igazából az egészség varázslás, talán még arról ugye bővebben nem beszéltünk, mert már termékenység volt, időjárás volt, pártalálás volt, és az egészségünk az is kapcsolódik, Edith, ehhez a napon. Abszolút, ugye már az alma tulajdonképpen ide kapcsolódik, hogy azzal már egy egészségvarázslást végzünk. Azon kívül pedig ezeknek a ritmusoknak is azért van olyan verszaka, ami kimondottan az egészségre ugye utal, tehát ebbe is benne van, de mindenképpen az, hogy egészséges legyen a következő esztendőben, az nagyon fontos volt. És ugye azt gondolom, hogy mindent meg is tettek ezzel kapcsolatosan. Az adománykérésnek a folyamat vége,
ugye, hogy akkor kaptak valamit. Tehát amikor jót jósoltak, jót hoztak, jót kívántak, amit Zsuzsi a dalban elmondott, ha csak végig számoljuk, hányféle volt a egészségtől, a termékenységtől, a egyebekig, igen, a bőségig bezárólag. Igen, és hogyha ugye megvolt, hogy akkor tojást, meg mit adtak, diót, stb. Mit kaptak, ugye, amit közösen utána elköltöttek, de ha volt úgy, hogy nem kaptak, vagy nem kaptak kellő mennyiségű adományt, na olyankor jött egy kiegészítés a lucázáshoz, ami hát most úgy mondhatnánk, hogy nyomdafestéket kevésbé tűrő, kevésbé jó kívánságok, majd hogy nem átokba hajlóak voltak, de hogy csak egy fordulatot belőle, hogy a Kentek lányának a csicse akkora legyen, mint a bugyigós korsó. Tehát ilyen jó kívánságokat tettek a mondók a szokás végére, ugye, meg ennél még pikánsabbakat is, és akkor utána persze futottak ki az udvarból, mert a gazda helyben hagyta volna őket. Nekem is eszembe jutott egy rikmus, mert ugye mi is csináltuk a táncos gyerekekkel, hogy kérjük ezt a házigazdát, adjon egy kis alamizsdát. Amennyiben nem adnak kegyes kezeivel, ne lássa az eget csipás szemeivel, és ezzel mentek ki, és akkor már gondolom, szaporázni kellett a lépteiket. Olyan jó hangulatú volt ez a beszélgetés, de ennyi volt az időnk, úgyhogy remélem, hogy szemezgettek a nézők is, és sokkal okosabb lettem, mert én a felét sem ismertem ennek, úgyhogy köszönöm szépen. A játékkérdés így szól: mikor ünnepeljük Luca napját? Nem kérdeztünk túl nehezet. Írják meg játékukat, ridiculemagazin.hu az e-mail címünk, nyerhetnek is egy fél éves Ridicule magazin előfizetés, de be kell tartani a határidőt, úgyhogy pénteken éjfélig küldjék el a helyes választ. Olvassanak rólunk, találnak érdekes cikkeket a ridicule.hu oldalon, és érdemes az adásainkat újra nézni a mediaclick.hu oldalon. Viszontlátásra!